Négy napon keresztül Nyíregyháza volt a magyar diásport fővárosa, a megyeszékhely adott otthont ugyanis az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjének. Három sportágban 48 csapat vetélkedett az érmekért és a helyezésekért. A kézilabdázók, röplabdázók és kosárlabdázók többsége élvonalbeli együttesek utánpótlás csapataiban szerepel, így a színvonalra sem lehetett panaszuk a nézőknek. Nagyon pozitívak a visszajelzések, mind a csapatok részéről, mind a felkészítők részéről, úgyhogy efelől most nyugodtak vagyunk. Másrészt pedig azért nyugodt, azt is mondhatjuk, hogy igen, komoly sportsikereket sikerült elérni ez alatt a négy nap alatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét képviselő csapatoknak, hiszen ebben a három csapatsportágban sikerült egy aranyérmet, egy bronzérmet szerezni, illetve két negyedik helyezést, ami azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon fontos. Hogyha megnéznénk talán egy ilyen éremtáblázatot, akkor azt mondhatjuk, hogy talán megnyertük volna, vagy a pontversenyt. A lány röplabdázóknál a Vasvári Pál gimnázium csapata veretlenül szerezte meg az aranyérmet. A fiú kézilabdázóknál az arany együttese a megyebeli rivális Zrinyit a csoportmeccsen és a bronzmérkőzésen is legyőzve végzett a harmadik helyen. Talán mi éhesebbek voltunk, én azt gondolom. Győzelemre abszolút. A srácok nagyon egységesek voltak, nagyon szépen dolgoztak. Büszke vagyok rájuk. A kézilabdázóknál az arany mögött a Zrinyi végzett a negyedik helyen, a másik negyedik helyet pedig a vasvári fiú kosárlabdázói szerezték meg. A Megyei Diásport és Szabadidő Egyesület március végén, április elején újabb országos döntőt rendez, az amatőr kézilabdázók 20 fiú, illetve 20 lány csapata érkezik majd Nyíregyházára.